Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban a szívünk és az ereink számára legjobb ételekről és mikrotápanyagokról lesz szó, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerüld a szív- és érrendszeri problémákat, illetve hogy felgyorsítsd a gyógyulásodat, ha már valamilyen probléma kialakult. A szív- és érrendszeri betegségek és problémák, mint a magas koleszterin szint és vérnyomás, az élelmeszesedés, az agyvérzés, a szívműködési zavarok vagy az infarktus az életünket fenyegetik. Több kapcsolódó videót készítettem már, keresd rá a keresőben. Jelenlegi becslések alapján 2030-ra a Földön az emberek 43%-ának lesz valamilyen szív- és érrendszeri problémája. Jelenleg kb. 40 másodpercenként van egy stroke a Földön, és minden 4 percenként meghal valaki ettől a problémától. Szóval a legsúlyosabb problémacsoportról van szó. A testünkben lévő érhálózat hossza kb. 100 000 km, melynek 80%-át a hajszálerek teszik ki. Érdekesség az is, hogy a vörös férsejtjeinknek, melynek ugye feladata az oxigén és kisebb részt a széndioxid szállítása, nincsen sejtmagjuk, és átlagosan 120 napig vannak életben a testünkben. A szív- és érrendszer fontos szereplője a vér-agygátnak nevezett védekező mechanizmusnak, melynek lényege, hogy nem engedi át az agyba például a veszélyes baktériumokat és anyagokat, csak a szükséges vizet és oxigént. Persze az olyan vegyületeket sem tudja megakadályozni, hogy az agyba jussanak, mint az alkohol, a koffein és a nikotin. Egyébként a keringető rendszerünk bármely pontja megbetegedhet, a verőerek, a hajszálerek, a vénák és a szív is. A szív- és érrendszeri betegségek az esetek többségében összefüggésben vannak más problémákkal is, amelyek között a leggyakoribbak a cukorbetegség, az elhízás, a tápanyagszegény táplálkozás, a nem megfelelő emésztés és felszívódás az emésztőrendszerben, a vese problémák, mivel a vese feladata megszűrni a vért, a memóriaromlás, illetve a hormonokat érintő problémák is. Nézzük most azokat a legjobb ételcsoportokat, illetve életmódbeli változtatásokat, amelyek a legnagyobb mértékben tudnak javítani a szívünk és az ereink állapotán. Az első ételcsoport a zöld színű zöldségek, mivel tele vannak jól hasznosuló vitaminokkal, ásványanyagokkal, nyomelemekkel és rostokkal, és mert kevés bennük a kalória. A zöld színű zöldségekből a testünk elsősorban K-vitamint, A-vitamint, magnéziumot, vasat, káliumot, klorofilt és sok antioxidáns vegyületet vesz fel. A zöldek közé sorolhatjuk az avokádót is, illetve a spirulina és klorella mikroalgákat is, melyeket sűrít a zöldségeknek, vagy biomultivitaminoknak is tekinthetünk. A zöldek a legfontosabbak a szív- és érrendszerünk számára, tehát az sem véletlen, hogy a szívcsakra színe zöld. A második ételcsoportba a bogyós gyümölcsöket sorolnám be, mint a málna, a tőzegáfonya, a fekete berkenye, a szeder, a bodza, a goji bogyó, és bár nem bogyós, de ugyancsak tele van szív- és érrendszer támogató vitaminnal, a gránátalma. A bogyós gyümölcsökből elsősorban antioxidáns vegyületeket vesz fel a testünk, melyek a különböző szabadgyök fajtákat tudják semlegesíteni, illetve rengeteg vitamint, és a legfőbb hasznuk, hogy növelik az erek rugalmasságát, és csökkentik a gyulladásokat az érfalaknál. A bogyós gyümölcsökben főként a flavonoidokból, az antocián vegyületekből, a beta-karotinból és a C-vitaminból van jelentősebb mennyiség általában. A harmadik ételcsoport, amely sokaknak esetleg meglepő lehet, azok a telített zsírok, a telített zsírsavak. Sajnos még mindig sok helyről halljuk, hogy a telített zsírok rosszak, pedig egyre több kutatás világít rá, hogy pont az ellenkezője az igaz. A legjobb telített zsírforrások a mangalica zsírból készült ételek, mint például a tepertő vagy a szalonna, a zöldfűvel etetett marháktól származó húsok és tejtermékek, a kókuszolajban és a pálmaolajban lévő zsírsavak, a vaj és a tojás. A telített zsírok iszonyatosan fontosak a hormonrendszerünk működéséhez, prekurzorként működnek, azaz létfontosságúak a hormonok termelődéséhez.
A telített zsírok akkor válnak veszélyesé, ha sok finomított szénhidrátot, cukrot fogyasztunk, többszörösen feldolgozott modern adalékanyagos ételeket melléjük, vagy ha a hús- és zsírételekben, amelyeket megeszünk, ugye veszélyes állati hormonok, vagy például GMO-s anyagok vannak. Szorosan kapcsolódva az előzőekhez, a negyedik ugyancsak egy fontos zsírsav az omega-3, melynek legjobb forrásai a halételek, a dió, a csiamag, a lenmag. Az omega-3 zsírsavak a szív- és érrendszer esetében a gyulladásokat csökkentik az érfalaknál, növelik a jó hatású HDL koleszterin szintjét és csökkentik a rossz hatású LDL-ét. A legjobb lenne, ha legalább hetente 2-3 alkalommal ugye fogyasztanánk halételeket, de lássuk be, erre hazánkban kicsi az esély. Az omega-3-at célszerű étrendkiegészítőkkel pótolni, krillolaj, hallolaj vagy csukamájolaj fogyasztással. Az ötödik a Q10 koenzim, melynek elsősorban az energia biztosítása a fő feladata, például a szívnél lévő izmokat tudja erősíteni, illetve az olyan izomfájdalommal járó problémák esetén is hatásos, mint amilyen a fibromialgia. A Q10 nem csak a szív erősítésében jó, de csökkenti a lipidperoxidációt is, aminek hatására csökken az élelmeszesedés esélye. A Q10-et a testünk 30-35 éves korig nagyobb mennyiségben termeli, ezután azonban elkezd csökkenni a szintje a testünkben, tehát olyan 40 év felett már mindenképpen célszerű a pótlásáról gondoskodni. A Q10 legjobb forrásai a húsételek, ha pedig étrendkiegészítővel pótoljuk, akkor a Q10-et akkor érdemes mindig együtt szedni fokhagymatartalmú készítménnyel, mert egymás hatásait felerősítik. A hatodik szív- és érrendszer támogató ételcsoportba azok tartoznak, amelyek növelik a vörös vérsejtek termelődését, növelik a nitrogénoxid szintet, a vér áramlását, illetve általánosságban javítják a vérünk állapotát. A legjobb nitrogénoxid növelő étel a cékla, tehát rendszeresen céklát enni az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás a vérszegénység, a vashiány megelőzéséhez is. Növelik a vörös vérsejtek számát a zöldfűvel etetett állatoktól származó tiszta húsok, a tiszta mépempő és a magvak, ugye dió, pisztácia, mandula, tökmag, napraforgó mag, makadándió. A vér áramlását a kakaóflavonoidjai, a zöldtea katechinek és a hesperidin, a centella vagy ázsiai gázló kivonatai fokozzák leginkább, illetve az arginin aminosav, melynek nitrogén-oxid növelő hatása is van. A vörös vérsejtek képződéséhez a leginkább szükséges mikrotápanyagok pedig a vas, a C-vitamin, a B12 vitamin, a folsav, a réz és az A-vitamin. A hetedik és egyben utolsó lépésben 7 nagyon jó vitaminról és gyógynövényről lesz szó, melyek különféle módon segítenek a szív- és ereg állapotának javításában. Az első a B3 vitamin, mely emelni tudja a HDL koleszterin szintjét és csökkenteni az LDL-ét, illetve triglicerid szint csökkentő hatása is van. Egy adott fajta B-vitamin mellé mindig érdemes az összes többit is szedni, lehetőleg természetes forrásból, az egyik legjobb a sörélesztő. A második szívtámogató a szőlőmagörlemény, illetve a benne lévő resveratrol, mely az erek rugalmasságán tud javítani, illetve hasonlóan a bogyós gyümölcsökhöz csökkenti a káros szabadgyökök számát a szervezetben. A harmadik az olajfalevél kivonat, és annak fő hatóanyag az oleuropein, melynek vérnyomás csökkentő és LDL koleszterin csökkentő tulajdonságai is vannak, tehát főként magas vérnyomás esetén előnyös. A negyedik a hibiszkusz szabdarifa kivonata, melynek vérnyomás csökkentő és triglicerid csökkentő hatásai vannak. Az ötödik az E-vitamin, melynek fogyasztásának hatására csökkenhet a vérrögképződés, a trombózis kockázata, illetve az erek rugalmasságához is hozzájárul. A hatodik a K2 vitamin, a D-vitamin, magnézium és a fitinsav együttes szedése, melyek így együtt fogyasztva hosszú távon abban tudnak segíteni, hogy feloldjuk az erekben lerakódott kálciumot, melynek ugye a messzesedést és a merevséget okozza, tehát hogy a kálcium feloldódjon az erekben, és a test átszállítsa a kálciumot oda, ahova való, a
csontokban. A hatodik, a hetedik pedig a fokhagyma, melyet említettem már ugye a Q10-nél. A fokhagyma hatóanyagai csökkentik az LDL és a teljes koleszterin szintet, csökkentik a magas vérnyomást és a trigliceridek szintjét, illetve növelik az elek rugalmasságát is, és a jó hatású HDL koleszterin szintjét is. Összefoglalva a végén még egyszer a felsorolt ételeket és mikrotápanyagokat, amelyek szerintem a legjobbak a szív- és érrendszerünk számára. A zöld színű zöldségek és a zöld szuperételek, a bogyós gyümölcsök és ugye az antioxidánsok, a telített zsírok, az omega-3, a Q10 koenzim, a nitrogénoxid és vörösvérsejt növelők és a hetedik lépésben felsoroltak, ugye a B3 vitamin, a szőlőmagörlemény, az olajfa levélek kivonat vagy préslé, a hibiszkusz szabdarifa kivonat, az E-vitamin, illetve együtt szedve a K2, a D3, a magnézium és a fitinsav, illetve az utolsó a fokhagyma kivonat volt. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad a videót, és tudtam neked segíteni. Felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Ha pedig személyes kérdésed van, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.